Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Battlefront 2, nem telhet el hónap, hogy ne jöjjön egy kis Battlefront 2, ugyebár valami hír ne röppenne fel róla. És a legújabb hír jelenleg az, hogy igen, visszatalálnak a mikrotranszakciók a játékba, de hála Istennek egy újra dolgozott XPZ-si rendszerrel és lootbox rendszerrel, ami, ha nagyon okosak, már pedig az EA elnöke azt mondta, hogy ez egy tanult lecke volt, amit kaptak jelenleg a gamer világtól, és ha nagyon okosak, akkor nem pay-to-win rendszerben. De most nem is arról szeretnék beszélni, hogy miért problémás már megint ez a lootbox rendszer, de mi van, hogyha azt mondom nektek, hogy nem a lootboxok tették tönkre ezt a játékot, nem feltétlenül a pay-to-win rendszer tette tönkre ezt a játékot. Ez a játék már a születése után egy órával kb. Halálra volt ítélve, és annak a lootboxoknak nem sok köze volt. Persze, befolyásolták a lootboxok, úgy érzem, hogy egy csúcspontját érték el a lootboxok, a lootboxok iránti utálat. Egy csúcspontját érte el a Battlefield 2-vel a játékosok körében, és ez egy nagyon jó dolog, tehát jobb, hogyha nem is támogatjuk ezeket a rendszereket. A pay-to-win rendszeren még talán túl is tettük volna magunkat, mert az így vagy úgy, vagy valamilyen úton, módon van, aki előbb fizetett volna érte, és van, aki előbb-utóbb kifarmolta volna a játékban azokat a jó kártyákat. És így, hogy nem játszom így gyakran a játékkal, és ugye a mikrotranszakciók jelen pillanatban le vannak tiltva a Battlefront 2-ben, így is érezhető a pay-to-win kártyáknak a hatása, mivel hogy aki folyamatosan játszott ezzel a játékkal, már kifarmolt egy-két jobb kártyát, szignifikáns előnyben van hozzám képest. Tehát egyszerűen látható és érezhető az egész játékmenetben, hogy az, aki többet játszott ezzel a játékben, tehát hatalmas előnyel bír a sztárkártyáknak köszönhetően. Szóval oké, az elején azok, akik fizetnek, nagyobb előle lettek volna, 300 órával később azok, akik nem fizettek, beérték volna őket, és az igazi skill játékosok így is, úgy is kiemelkedtek volna, hogyha, és ez nagyon fontos, kiemelkedtek volna, hogyha a játék nem olyan lenne, mint amilyen most. Mert hogy egy játékot nem lehet eladni csak úgy, hogyha szép. És a Battlefront 2 gyönyörű. Olyan fotorealisztikus, és annyira bele tudod élni magad ebbe a Star Wars világba, és annyira jó része lenni ennek a Star Wars világnak. És egyszerűen a single player-t kifejezetten élveztem meg, annak ellenére is, hogy nem volt nagy durranás, egyszerűen Star Wars rajongás, és egyszerűen tetszik az egész univerzum, és végül is jól megformált karakterekkel találkozhattunk ebben a játékban, és nem volt, és jó volt egy kicsit úgy kezdeni a játékot, hogy ugye a birodalom szemszögéből, hogy ők is emberek, és teljes mértékben úgy nálam a sztori, az képest, hogy nem volt nagy durranás, de nyélbe ütötte a történetet. Szóval rendben volt. De a probléma még mindig nem volt. A játékot a multiplayerre tette tönkre. Nem a lootboxok, nem a pay-to-win, a multiplayer pálya dizájnja tette tönkre. Teljes mértékben. A játék tehát játszhatóságban nincs élvezet. Minden egyes pálya kivétel nélkül egy folyósó rendszeren vezet téged végig, ami arról szól, hogy teledobálják gránátokkal, shield-el felszerelt machine gun-okkal nézel szembe, egy nagy-nagy hatalmas clusterfuck, ami arról szól, hogy bemész, ölsz egyet, meghalsz, bemész, meghalsz, bemész, meghalsz, bemész, ölsz egyet, meghalsz, és erről szól az egész, befutsz, gránátra lépsz, meghalsz, nincs benne élvezet, ebben a játékban nincs élvezet. Hogyha egy kicsit emlékeztek BF4 Metro-ra, vagy Operation Locker-re, amikor beállt a játék egy ilyen folyosó két végén. Na most a Battlefront 2-nek szinte minden pályája, sőt, kijön olyan, hogy minden pályája, vagy minden pályán van egy ilyen szekció, ahol csak ez történik, és nincs már folyosóról folyosóra. Nem az, hogy lenne legalább egy nyíltabb teret, nem.
folyosóról folyosóra, gránátról gránátra. Nem tudsz úgy haladni a játékban előre, hogy hogy legalább három embert leteríts, mert egyszerűen meghalsz félúton a gránátok miatt, a clusterfuck miatt, a folyosórendszer miatt, és legalább lenne egy alternatív útvonal, de nem. Megcsinálnak három folyosót, leosszák 64 főre, és persze, hogy mindenhol, ahol jársz, belefutsz egy kisebb clusterfuckba. Hiába akarnál taktikázni, belefutsz egy kisebb clusterfuckba. Szóval a Battlefront 2 arról szólt, hogy ki az a szerencsés egyén, mert skill nem kell a fegyverekhez, hogy őszinte legyek. Tehát nyíl egyenesen lőnek, konkrétan, csak oda kell menni, lepufas az embered, szóval ki az a szerencsés ember, aki előbb össze tudja hozni azt a pontszámot, hogy meg tudja venni azt a hőst, majd utána ledarálja vele az egész pályát. És erről szól a játék. Továbbá hozzá fogom fűzni azt is, hogy ha már sikerült megvenned azt a hőst, akkor milyen sztárkártyák vannak rá, hogy jobban életben tud maradni azzal a hőssel. Szóval a többi 32 játékos azért van az ellenfélben, hogy ez az egy játékos, akinél a hős van, azon a folyosószerű rendszeren egyszerűen könnyedén és akadálymentesen végig daráljon mindenkit, és kiürítse a terepet az esetleges társadalmak és újtörök előre nyomulni. Ha szerencséjük van, és ha az az adott fős például ugye nem fut bele egy 10-20 fős csoportba egy adott ilyen folyosó rendszeren, ahol természetesen azért hál' Istennek még azoknak sem lenne esélye. De futottam bele olyan játékokba, ahol egyszerűen Darth Sidious bejött közénk, és leáramozott a picsába 20 embert, mert egy szűk folyosón voltunk, ahol senki sehova nem tudott elmenekülni, senki sehova nem tudott egy gránátot dobni, mert ha dobtál egy gránátot, akkor saját magad ölted meg. Tehát ez egyszerűen szánalmasan undorítva a rossz pályadizájn a Battlefront 2 számára, tehát a DICE, aki az egyik legnagyobb és legjobb tapasztalattal bírnak ilyen, hogy is mondja, epic csatákkal rendelkező pályadizájnolásban, hogy ezt a pályadizájnt csinálták meg, és ez egyszerűen rettenetesen rossz. És ezek a pályadizájnok, nem is tudom, kik kedveznek, kinek a casual játékosoknak valószínűleg, akik csak szeretnek egy kicsit belemenni a Star Wars univerzumot, lövöldözgetni egy-kettőt, de még ezután is frusztrál. Én most casualként játszom a Battlefront 2-vel, és frusztrált vagyok, mert egyáltalán alig szerzek úgy sikerélményt ezen rossz pályadizájnok miatt. Nem élhetem ki a taktikázás iránti vágyamat, csak nyílj egyenesen, menjél, mint valami gépezet, és menj, és lőj, és hal meg, lőj, és hal meg, lőj, és hal meg. Tehát egyszerűen ezzel nem lehet mit kezdeni. Szóval akárhonnan nézzük, a kedvemet, sokat gondolkodtam, hogy miért nem tetszik ez a játék. És rájöttem végén, nem a lootboxok azok, amik nem tetszik, bár nem értek egyet a praktikákkal, de soha nem adok ki értük pénzt. Nem vásároltam még lootboxokat játékban. Soha nem is fogok vásárolni lootboxokat játékban, mert gusztustalannak tartom őket. Még hogy ha fizetek, hogy még azután én randomizált gépezetnek, hát ha kikapom azt, amit szeretnék, nem. Ha fizetek, kapjam meg azt, amit szeretnék megkapni, ezzel azért hajlandó vagyok pénzt kiadni. De azért, hogy lootboxot vegyek, és még utána kinyissam, és ne is azt a cuccot kapjak, azzal érteni nem értek. De ott vannak, nem zavarnak, én nem vagyok oda se a skinek, és se a fej, semmi szaré nem vagyok oda. Ott vannak, nem zavarnak, le van szarva, de ez, hogy ilyen dizájnban csinálták meg ezeket a pályákat, ez egyszerűen tönkre tette a játékot, és csak az igazi ilyen fanok vannak ott, a játékos bázis folyamatosan haldoklik ennek a játéknak, és az EA hiába hozza vissza a mikrotranszakciókat, életben tartani hosszú ideig nem fogja tudni. Ezek a folyosószerű pályákat nem. Hogyha DICE és az EA nem változtat a technikán, hogy egy kicsit a jobb, taktikusabb, Battlefield-szerű pályákat nem hozzák vissza az elkövetkezendő DLC-kbe, akkor ez a játék nem lesz élvezetes, csak frusztráló. És tényleg csak azon játékosok lesznek sikeresek, akiknek megvan a jobb sztárkártya, és lesz annyira szerencséjük, hogy megcsinálják azt a 10-15 killstreaket, majd beváltják egy hősre, és a hőssel pedig
Kicsit vigyázva, mert nagyon nem kell túlerőltetni, hogy őszinte legyek, kicsit vigyázva ledarálják az egész pályát. És hatalmas statkülönbségek születnek meg az első és a másik, harmadik helyzet között. Tehát van úgy, hogy az első leél 50-et és 15-öt a második. Tehát, vagy leél 100-at és 36 a második. Szóval ez úgy gondolom egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz balansz és nagyon rossz pályadizájnok születtek, hogy ezt a... Hogy egy nagyon nem élvezetes játékot lehessen játszani. Élvezzük a piu-piu, meg a Star Trooper rucikat, meg tök jó hősökkel mászkálni, de egy idő után, és nagyon rövid idő után a siker élmény átmegy frusztrációba, az az igazság, amit még alátámaszt a Star kártyáknak a nagyon rossz dizájnja is, hogy őszinte legyek. Nos, srácok, ez lett volna a véleményem a legutóbbi Star Wars Battlefront 2 hírekre. Ti hogy látjátok, mi tette tönkre ezt a játékot? Mi az, amitől te esetleg elidegenedtél ettől a játéktól? Mi az, ami befolyásolja neked azt, hogy élvezetes, netán te szereted, élvezed ezeket a pályákat, szereted a clusterfuckot egyáltalán a pályákon? Nos, Discord szerverünk a videó leírásában, ha kérdésétek vannak, Necrocrine Facebook, a következő videóig, sziasztok!